2007. szeptemberében alakult meg a Matild Média Iskola 12-19 éves fiataloknak. Jelenleg két tagozaton, 6 csoportunk működik, ahol a diákok műsorvezetést, interjúkészítést, újságírást, operatőri ismereteket, fényképezést és hangosítást tanulhatnak. Székhelyünk a 11. kerületben van, de iskolánk Budafok központjában található a 47-es villamos végállomásánál. 2009-ben létrehoztuk internetes multimédiás diákújságunkat, a matildonline.hu-t, ahol minden eddigi munkánk megtekinthető. 2011 nyara óta két hetente 26 perces műsorunk van, itt vagyunk címmel az Újbuda Televízióban, ahol a kamerák előtt a műsorvezető tagozatos tanulók beszélgetnek neves média személyiségekkel és szakértőkkel, a kamerák mögött pedig a technikai tagozatos diákok munkálkodnak. Nyári képzőtáborunk színhelye 2009 óta görögországi Korfu-szigetén található, ahova a nyár közepén utazunk, és természetesen ott is készítünk úti beszámolókat, riportokat. A környezettudatos gondolkodás a mi életünknek is szerves része. Padlásunkat befettük 20 centi üveggyapottal, így a Matild Központ hűvesztesége a minimálisra csökkent. Ha épp nincs foglalkozás termeinkben, gondosan ügyelünk arra, hogy le legyenek kapcsolva a lámpák, és a téli napokon a fűtés sem menjen feleslegesen. Ezért is tartottuk nagyon hasznosnak a filmek elkészítését. Egyrészt, mert a mi szemléletünk is formálódott általuk, másrészt pedig közvetíthetük a fiataloknak a Zöldön projekt gondolatait. Hiszen földünk csak egy van. Fontos tehát, hogy megóvjuk. Hogyan kerültetek kapcsolatba a Budapesti Művelődési Központ környezettudatos projektjével? Én először is úgy hallottam erről a projektről, hogy személyesen te kértél föl arra, hogy menjek el egy biokozmetikussal interjút készíteni, és hát mondhatom, hogy itt vette kezdetét a BMK-s pályafutásom, ugyanis utána egy egész napos kampánynapra mentem kiforgatni, és ott készítettem interjúkat a különböző részvevőkkel. Én írom a forgatókönyveket, a narrációk megírásába is besegítek. És hogyha már a Pulcsi mondta a narrációt, akkor én ebbe belekapcsolódnék, ugyanis én meg a narráció felmondásában segítek, illetve néha a vágásnál is besegítettem. Ez a környezettudatos projekt milyen hatással volt az életetekre? Rám nagy hatással volt, ugyanis mostantól szelektíven gyűjtöm a hulladékot, nagy részben természetesen, valamint nagyon sok mindent megtudtam arról, hogy hogyan érdemes vásárolni, mikor elkészítetted a filmeket, és én ezeket visszanéztem Matild Online-ról, hogy igenis sokkal takarékosabban lehet élni, sokkal egészségesebben, úgyhogy az én életemhez nagyban hozzájárult. Én azóta igyekszem inkább biokozmetikumokat használni, illetve az édesítést is bio alapanyagokkal csináljuk otthon. Én meg minek után segítettem az enkinek, a projektvezetőnknek az energiatakarékossággal kapcsolatban forgatni. Akkor ugye volt egy jelenet, amikor lekapcsoltuk a lámpákat, a tévét, a hangfalat, mindent, úgyhogy most már otthon is kezdem ezt alkalmazni. Én pedig csatlakozok a Zsanihoz. Amióta folyik ez a projekt, azóta a családommal külön válogatjuk a különféle hulladékokat, illetve amikor az utcán járok, akkor mindig felveszem a szemetet, hogyha találok. Milyen üzeneteket közvetítenek felétek a projekt filmjei? Számomra azt üzente, hogy ezt már egész fiatal korban át kell formálni a gyerekekben. Ugyanis amikor voltunk kint az egyik projekt alkalmával forgatni, akkor láttam, hogy kisgyerekekkel foglalkoztak az egyes projektvezetők, és magyaráztak nekik, hogy most akkor mi a tudatos vásárlás, és nagyon nagy csillogó szemekkel figyelték a projektvezetőket, és ez nagyon tetszett. Számomra azt jelenti, hogy amit már egyszer megkaptunk a természettől, vagy akár Istentől, azt ne pazaroljuk el, hanem vigyázzunk rá. Nekem azt üzente, hogy legyünk takarékosak, mert tényleg ez a mai világ már annyira más, mint ami eddig volt, és ne tegyük tönkre, amink van. És például, hogyha elmegyünk otthonról, akkor kapcsoljuk ki a DVD lejátszót, ami mutatja az órát, vagy kapcsoljuk le a villanyt, hogyha elfelejtettük volna, mert ezzel mind spórolunk. Szerintem még az is nagyon fontos, hogy vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak, tehát miközben elkészült ez a projektfilm, mi is sokkal több, tehát a projektfilm sokkal többet tett hozzá a mi életünkhöz is. És ahogy a Barbie is mondta, hogy már egész kicsikorban bele kell ezt nevelni a gyerekekbe, és nem minden szülő teszi ezt meg, hiszen ő sem foglalkozik velük. És ezek a filmek hozzájárulnak ahhoz, hogy mikor a szülő bekapcsolja otthon a számítógépet, és fölmegy a BMK honlapjára, akkor igenis fölhívja rá a figyelmet, hogy tényleg most 3-4 éves a gyerekem, és most kell elkezdenem azt, hogy ez a világ ezáltal jobb legyen.